Hát kedves testvérek, én igazából szolgálni fogok a szolgálatról. Olyan igékkel készültem, olyan gondolatokkal, amik azt gondolom, hogy amikor arról van szó, hogy az Isten szolgáljuk, ezek nagyon-nagyon fontos és értékes gondolatok. Olyan gondolatok, amelyeket a Szentírás tanít nekünk, és mindenkinek, aki Isten szolgálni akarja, figyelembe kell ezt vennie. Az első gondolat és az első tanulságos történet az Lukács evangéliuma 10. fejezetéből való, ott pedig a 38. verstől kezdve a 42. verséig olvasom, és csak néhány gondolatot engedjetek meg ebből a történetből. Biztos, hogy nagyon ismerős lesz. Nagyon ismerős lesz a történet. Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ő beméne egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadá őt a házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban, előállván azért mondta: Uram, nincs-e arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondta néki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétedik tőle. Ez az első történet a szolgálattal kapcsolatban, amit az új szövetségben gondoltam, hogy elolvasok nektek. Megmondom, hogy miért. Ez a szüntelen szolgálatról szól. De arról szól, hogy egy jó adventista szüntelen, folyamatosan és állandóan szolgálja az Urat. És arról szól, hogy milyen lelki próbákon megyünk keresztül akkor, amikor állandóan és folyamatosan és szüntelenül szolgáljuk Istent. Kezdjük ott, hogy az embereknek eszerint a történet szerint, vagy ebben a történetben két típust figyelhetünk meg. Van egy Márta típusunk, és van egy Mária típusunk. Hogyan tudnánk jellemezni az egyik vagy a másik szemét? Én nem gondolom, hogy ez a nőkről szól ez a történet, én azt gondolom, hogy rólunk férfiakról is szól. Sok érdekes tanulságot találhatunk benne. Ugye Jézus bekerül ebbe a házba, befogadják ebbe a házba. Azt szeretném, hogyha észrevennétek, hogy ki volt az, aki ebbe a házba behívta a Jézust. Mit olvastam, ki volt az, aki behívta Jézust? Márta. Ki döntötte el, hogy Jézus jöjjön be ebbe a házba? Márta. Azt mondhatnánk, hogy valahol úgy tűnik nekem, hogy ebben a történetben Márta az, aki irányít. Ő az, aki ennek a háznak valamilyen módon a vezetője. Ő dönti el azt, hogy kit látunk vendégül és kit nem, hogy ki jöhet be és ki nem. Tehát ő egy ilyen vezető típusú személyiség. Ő irányítja ezt a házat. Miért? Talán azért, mert biztos rá is szolgált erre. Ő az, aki látja azt, hogy mi ebben a házban a teendő. Ő az, aki egészen pontosan tisztában van azzal, hogy miből mennyi dolog van. Tudja azt, hogy mikor kell elmenni újból bevásárolni a piacra, mert mikor fogyott ki a liszt, vagy a bármi a konyhából. Ő az, aki egészen pontosan tudja azt, hogy mikor kell feltakarítani, vagy fölsöpörni, mert szemmel tartja ezt. Lehet, hogy elkészít egy beosztást is ezzel kapcsolatban. Tehát ő egy olyan személy, aki kezében tartja az életének az irányítását. És szereti is ezt csinálni. Az élete tele van örömmel, amikor ő szolgál. És szereti azt, hogyha vele együtt szolgálnak mások. Tudja azt, hogy jó célért dolgozik, tudja azt, hogy nemes célért dolgozik, és örül, hogyha ebbe a többiek is bekapcsolódnak. Tudja őket irányítani, vezetni, és ezek az emberek is a legtöbbször mind-mind hálásak azért, hogy vele együtt dolgozhatnak. De itt most történik valami.
Valaki olyan vendég jön ebbe a házba, aki, mondjuk ki őszintén, fontosabb, mint ő. Hiszen pontosan ezért is hívja meg őt. Azt akarja, hogy Jézus jól érezze magát az ő házában. Azt akarja, hogy Jézus megpihenhessen az ő házában. Számára ki a fontos ebben a helyzetben? A vendég. Az a fontos, hogy a vendégnek mindene meglegyen. Most egy jó házigazda keleten tudta, hogy mi kell a vendégnek. Víz a lábának és a kezének, amikor bejön. Kellemes ülőhely, ahová leülhet. Finom ételek, addig is, amíg várakozik a főételre. Kellemes társaság, majd ebéd közben, vagy vacsora közben, és aztán egy jó pihenés. De ez a vendég megragadja a többiek figyelmét, akik ebben a házban vannak. Annyira érdekes dolgokat mond, olyan dolgokról beszél, olyan fontos dolgokat mond, hogy egyszerűen nem tudnak elszakadni tőle. Ez a személy, aki nem tud elszakadni ebben az esetben, Mária. Tehát Mária volt eddig Mártának a jobb keze. Ha Márta azt mondta, hogy most menj le a piacra, akkor Mária lement. Ha azt mondta, hogy most föltakarítjuk együtt a házat, akkor Mária jött és föltakarították együtt a házat. És Mária pontosan tudja azt, hogy Márta mit vár el akkor, amikor a vendégek érkeznek. De mégsem tud elszakadni Jézustól. Fontosabb neki az, hogy Jézussal legyen, mint az, hogy engedelmeskedjen a testvérének. A testvérének mi a legfontosabb? A szolgálat. Hogy minden rendben, hogy minden jól, hogy minden tökéletesen menjen. És mivel most egyedül maradt ebben a szüntelen való szolgálatban, egyre jobban felgyűlik benne a harag. Egyedül érzi magát. Nem, el tudom képzelni, hogy végezte Márta a dolgát. Frissen készítették a lángost, meg a kenyeret, és elbírom gondolni, ahogy csinálta a tésztát, hogy puf, odavágta, na Mária, nem vagy itt. Igaz, mert te csak ott ülsz, engem meg hagysz itt. Igaz, és akkor csak csinálta, és tele volt haraggal. Egészen addig gyűlt föl benne a harag, amíg végül nem bírta tovább, és oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy most már neked kell csinálni valamit. Igaz? Te vagy itt a főnök, te vagy az, akit mi mindannyian tisztelünk, te vagy a vendég szava szent, mondd meg az én testvéremnek, hogy ne hanyagolja el az engedelmességet irántam, és tegye azt, amit én akarok, hogy ő cselekedjen. Mit válaszolt erre Jézus? Azt mondta, hogy nagyon fontos, amit te csinálsz, de van fontosabb ennél. És Mária ezt a fontosabbat választotta. Ezért az első tanulság és az egyik legfontosabb tanulság a szolgálattal kapcsolatban, hogy nem a szolgálat a legfontosabb az Isten népe körében, hanem az, akinek szolgál. Nagyon sokszor, amikor szüntelen szolgálatban van részünk, takarítunk, végezzük a gyülekezeti dolgokat, szeretnénk, hogyha lennének ebben társaink. Isten nem mindig tud adni nekünk társakat. Nem tudjuk, hogy ki mivel tölti az idejét. Sokszor méregetjük egymást. A Biblia azt mondja, hogy az első, amit nekünk is keresnünk kell, az Isten. Az első, akivel nekünk is időt kell töltenünk, az Isten. És ne keverjük össze az Istennel való együttlétet és az Istennek való szolgálatot. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha valamit csinálunk Istenért, ez ugyanolyan, mint hogyha Istennel lennénk. Ez nem igaz. Nagyon sokszor lehet szolgálatot végezni úgy, hogy Istennek, hogy közben nem vagyunk Istennel. Mert egész máshol van a fejünk, máshol vannak a gondolataink. Mert egyszerűen a szolgálat az válhat céllá, mint Márta életében is egy időre. Hogy ezzel ő úgy érezte, hogy ő ezzel fontosabb
hogy ez adta meg az életének az értelmét. Az életünk értelmét nem az adja meg, hogy mit szolgálunk. Az életünk értelme az Jézus Krisztus, hogy vele legyünk, hogy ő vele töltsünk időt. Ez az első fontos dolog, amit szerettem volna elmondani. Nagyon érdekes dolog, csak még egy kis gondolatot ehhez, hogy azt mondja, hogy szüntelen szolgált. A Biblia sehol nem szólít föl bennünket szüntelen szolgálatra. Viszont felszólít bennünket arra, hogy szüntelen imádkozzunk. Ugye, hogy milyen érdekes ez? Soha nem mondja azt a Biblia, hogy szüntelen szolgáljatok az Úrnak. Jézus is azt mondja, hogy gyertek és pihenjetek meg egy kevéssé. De arra felszólít bennünket, hogy szüntelen legyünk kapcsolatban vele, és szüntelen imádkozzunk. A következő, ugyanitt található, egy kicsit tovább lapozunk a 12. fejezethez, tehát Lukács evangéliumában vagyunk. A 12. fejezet 42. versétől a 48. verséig olvasom ezt a történetet, ez is egy izgalmas történet. Mondta pedig az Úr, kicsoda hát a hű és bölcs sáfár, akit az Úr gondviselővé tőn az ő háza népén, hogy adja ki néki élelmüket a maga idejében. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága felett gondviselővé teszi őt, ha pedig a szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és kezdé verni a szolgákat és a szolgáló leányokat, és enni és inni és részegeskedni kezdene, megjó annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté vágatja őt, és a hitetlenek sorsára juttatja. És amely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg. Aki pedig nem tudta és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik meg. És valakinek sokat adtak és sokat követelnek tőle, és akire sokat bíztak, többet kívánnak tőle. Lukács egy kicsit összefoglalja a sáfárság lényegét. Nagyon lényeges és nagyon fontos dolgok vannak ezzel kapcsolatban leírva itt ebben a történetben. Az első, hogy Istennek gyermekei, akik Istent követik, azok mind sáfárok. Tudjátok, hogy kik a sáfárok, ugye? Sáfárok azok, akiket a gazda megbízott, hogy teljes java fölött rendelkezzenek. Mindenük, amiük van, az nem az övék, hanem az ő uruké. Tehát azt mondja nekünk ez a történet, hogy mi valójában egy olyan élethelyzetben vagyunk valamennyien, hogy mi az Isten sáfárai vagyunk. Ezért az idő, ami adatik nékünk, a miénk? Nem. Ez mind az Istené. Az anyagiak, amik adattak nékünk, ezek a mieink? Nem. Mind az Istené. A képességek, amelyeket kapunk, hogy mire vagyunk képesek, mit tudunk megtenni, ezek a mieink? Nem. Ezek is az Istené. Mindenünk, amink van. A Biblia még a gyerekekről is így beszél, hogy őket is csak egy időre kapjuk meg, mert aztán kirepülnek, és aztán mennek tovább, és ők is majd az Úréi lesznek, és az Urat fogják szolgálni. Tehát ezen a világon mi, nekünk semmink nincs, mindenünk, amink van, az az Istené. Én remélem, hogy ez ott van a mi szívünkben. És Jézus azt mondja, hogy nekünk így kell gondolkodnunk arról, hogy mi valóban sáfárok vagyunk. Nagyon fontos dolog, hogy elmondja ennek a sáfárságnak a célját. A sáfárság célja valami hasonló, amit Márta csinált az előző történetben. Hogy gondoskodjon a háza népéről. Kinek a háza népéről? A gazda háza népéről. Mivel a sáfár az első ember ebben a történetben az Úr után, ahogy az Úr gondoskodik az ő háza népéről, a sáfárnak úgy kell gondoskodnia az Úr távollétében az Úr háza népéről. Hadd kérdezzelek most benneteket, jóra való keresztény hithű emberek vagytok, hogy kicsoda a mi Úrunk?
Isten. Kicsoda a mi Urunk, Istenünknek a háza népe. A gyülekezet, és még a családunk, és az összes ember, akit Jézus megváltott. Tudunk mi gondoskodni az összes emberünkről, akit Jézus megváltott? Nem. Ezért jó, hogy nem egyedül vagyunk sáfárok, testvérek, hanem mindannyian sáfárok vagyunk, és Isten mindannyiunkra bíz embereket. Valahogy ezt úgy tudjuk felfogni ilyen modern módon, hogy mindannyiunknak van egy kapcsolatrendszere, benne vagyunk a gyülekezetben, ezért Isten népe elsősorban nekünk egy sáfársági terület, gondoskodnunk kell az Isten népéről, a gyülekezetről, mindarról, ami a közösségben van. Aztán nagyon fontos sáfársági területünk a család, gondoskodnunk kell a családunkról, akik ott vannak. Aztán nagyon fontos sáfársági terület, minden ember, akit Krisztus megváltott, de én nem találkozom minden emberrel, de vannak emberek, akikkel barátságba kerülök, akikkel kapcsolatom van, ők is az én sáfársági területem. Hogyan kell viszonyulnom hozzájuk? Igyekeznem úgy kell viszonyulnom ezekhez az emberekhez, a gyülekezetben, a családomban, vagy lehetne úgy mondani inkább, hogy a családomban, a gyülekezetemben, és a kapcsolatrendszeren belül, mint ahogy Isten viszonyul hozzám. Amit én Istentől tapasztalok, nekem azt kellene továbbadnom az én szolgálatomban ezekre a területekre. Ahogy Isten szeret engem, úgy kellene nekem szeretnem a családomat, és úgy kellene szeretnem a gyülekezet tagjait, és úgy kellene nekem szeretnem azokat az embereket, akikkel nap mint nap kapcsolatban vagyok, akiket az Isten rám bíz. Ilyen indulattal kellene lennem feléjük. Hogyha ellent mondok ennek a megbízatásnak, akkor nem vagyok jó sáfár. Akkor Isten azt mondja, hogy te akkor nem tartozol hozzám. Ugye itt van egy szolga, aki helytelenül kezd el cselekedni, azt mondja, hogy jaj, de jó, hogy én ezt is kaptam, azt is kaptam, amazt is kaptam, és rossz célokra kezdi fölhasználni azt, amit ő kapott. Amikor az Úr hazajön, ezt a szolgát számon kéri, hogy mit csináltál, és megkapja a méltó büntetését. Aki viszont hűsáfár, annak mi lesz a jutalma? Annak az lesz a jutalma, hogy megkapja a Isten kegyelmét, és ott lehet majd az Isten országában. Egy csodálatos történet ez. Nagyon fontos dolog, hogy a 47. és a 48. versben beszél arról Jézus, hogy a szolga tudta-e az ő urának az akaratát, vagy nem. Hogyha tudta az ő urának az akaratát, akkor ez súlyosabban, nyomalatban, vagy kevésbé súlyosan? Hogyha tudjuk, hogy mi a feladatunk, de nem tesszük, az súlyosan, nyomalatban. Ha tudjuk, hogy mi kötelességeink, hogy nekünk kötelességeink vannak a családban, a gyülekezetben, és azok felé, az emberek felé, akiket Isten ránk bízott a kapcsolatainkban, de nem engedünk ennek a kötelességnek, és nem cselekszünk e szerint. Nem vállaljuk magunkra ezt a kötelességet, és nem végezzük el. Akkor az súlyosbítja a mi ítéletünket. Még hogyha nem tudunk ezekről a dolgokról, az is meg lesz büntetve, de ott talán jobb, nagyobb a méltányosság. De egy érdekes dolog, nem? Hogy Jézus hozzáteszi ehhez a példázathoz ezt. Miért? Jézus azért tette ezt, mert a zsidók kiváltságosnak gondolták magukat, és úgy gondolták, hogy ő nekik járandóságaik vannak, és nem szolgálati területeik. Ezért akarta tudni velük, hogy ti pontosan tudjátok, hogy Ábrahámnak megadatott az ígéret, hogy ti bennetek áldatik meg a föld minden nemzetsége. És hogyha nem e szerint éltek, akkor bizony súlyosabb ítélet alá fogtok esni. Mi adventisták vagyunk. Mi is hisszük, amit a zsidók, hogy Isten meg akarja általunk a földet. Tudjuk, hogy mi a feladatunk. Ezért nekünk is nagyon komolyan oda kell figyelnünk erre.
Szeretnék néhány gyakorlati dolgot mondani az utolsó 3 percben. A sáfárságnak 3 területét szeretném kiemelni. Sáfárok vagyunk, olyan módon, hogy az időnkkel, a pénzünkkel és az ajándékainkkal, a képességeinkkel sáfárkodnunk kell. A Biblia azt mondja, hogy ebből mindegyikből oda kell szánni erre a feladatra. Tehát amikor az egész életünket tervezzük, akkor mindig úgy kell gondolkodnunk nekünk adventistáknak, hogy azt mondjuk, itt az időm. Ebből az időből kell, hogy én töltsek időt a családommal. Gondoskodjak a családomról, figyeljek a családomról. Ami időm van, kell, hogy töltsek időt Istennel, a személyes kapcsolattal és az Istennek való szolgálattal. Igaz? Mind a kettőre oda kell szánnom magamat. Mi a helyzet a pénzünkkel? A Biblia nagyon egyszerűen ugyanezt mondja. Szükségünk van arra, hogy gondoskodjunk a családról, szükségünk van arra, hogy gondoskodjunk a gyülekezetről, és szükségünk van arra, hogy gondoskodjunk esetleg másokról, a rászorultakról. Amikor beosszuk az anyagi javainkat, akkor ezt kell, hogy tegyük. Meg kell néznünk, hogy mi az, ami a családnak kell, mi az, ami kell az Isten szolgálatára, a gyülekezet szolgálatára, és mi az, amit még én oda tudok szánni a szegényeknek és az elesetteknek. A Bibliában a magunk részéről a Biblia azt mondja, hogy ez a mi jövedelmünknek a nagyobb része. Van egy kisebb rész, amit a Szentírás mond, hogy ezt odaadjuk az Isten népe számára. Ez a tized. A tizedet adjuk oda az Úrnak, amivel az egyház, amivel a papok gazdálkodnak. De ezen kívül, a tizeden kívül van még az Istennek a népe, a gyülekezet, és vannak még azok a rászorultak, akikről még gondoskodnom kell. Nagyon fontos dolog, hogy tisztán lássuk ezt a kérdést. Sokszor megtörténik az, hogy azt gondoljuk, hogy van egy jövedelmünk, odaadjuk a tizedet az Úrnak, és akkor onnantól kezdve minden le van tudva. A tized, amit adunk, a Bibliában meghatározott célt szolgál. A missziót és az evangélium szolgáinak a támogatását. Ebből tartja fönt éppen ezért az egyház, a lelkészi szolgálatot és a globál missziós tevékenységeket. Ez az egész erre megy el. A gyülekezetnek, ahová járunk, tehát például itt Újfehértón, csak az marad, amit a tizeden kívül beleteszünk ide a kosárba. Vagy amit a tized cédulán felírunk arra, hogy ez az Isten házáé, a gyülekezeté. Vagy azoké a céloké, amelyek meg vannak határozva, amiket gondolunk, hogy mi támogatni szeretnénk. Hogyha nem támogatjuk a gyülekezetet az adományainkkal, hogyha nem támogatjuk a különböző célokat az adományaikkal, azok nem fognak működni. És éppen ezért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy milyen széles látókörűek legyünk az adományainkkal kapcsolatosan is. És a szolgálattal is ugyanígy kell gondolkodnunk. Ott vannak a képességeink, amit arra használunk, hogy munkálkodjunk a család javáért. De ezeket a képességeket jó, ha fel tudjuk használni a gyülekezetben is az Isten céljaira, az Isten házának építésére, és a misszióban is fel tudjuk használni ezeket a területeket. Hát elment az időm. Úgyhogy a többi dologról majd még inkább akkor délután is szeretnék egy pár szót mondani, meg a testvérülés alkalmával. A Szentírás azt mondja, hogy szolgáljatok az Úrnak örömmel, örvendezéssel. Szolgáljuk hát így a mi Urunkat, Istenünket, mint az ő hűsáfárai. Ámen.